Almás István polgármester urat, és képviselőtársainkat az ország minden pontjáról. Nem véletlen hoztam őket szóba, hiszen egy olyan országgyűlési képviselőcsoport szövetségnek a parlamenti képviselőit köszönhetjük ma itt, akiknek az jutott osztályrészül, hogy a 1989-es, 90-es rendszerváltozás romjait próbálják lebontani, és ezekből a kövekből egy új országot építeni. Hódmezővásárhely azonban jó cáfolata és jó példája annak, hogy csak csődöt, összeomlást és katasztrófát jelenthetett a rendszerváltozás a magyar társadalom és a vidéki Magyarország számára, hiszen Hódmezővásárhely nyugodtan állíthatom az elmúlt 23 esztendőben a rendelkezésre álló esélyt meg tudta ragadni, és sikeres várossá tudott változni, és sikeres várossá tudott válni. Ennek a legfontosabb föltétele az volt, hogy ez a város, ennek a városnak a polgárai és közössége képes volt szakítani a rendszerváltozás előtti kommunista diktatúrával, világosan különbséget tudott tenni a kommunizmus kemény évei üldöztetése, megpróbáltatásai és a demokratikus átmenet nyújtott a lehetőség között. Ahhoz, hogy ezt a lehetőséget a hódmezővásárhelyek megragadják, fölismerjék, és hogy ezzel a lehetőséggel sikeresen az elmúlt 23 esztendőben élni tudjanak, ennek a városnak szüksége volt egy karizmatikus polgármesterre, a város szülöttjére, a város fiára, akiben megvolt az a képesség, hogy kompromisszumok nélkül a rendszerváltozás idején is egyedülálló módon tudott különbséget tenni a kommunista diktatúra és a demokratikus lehetőség között, mindvégig megtartotta városának, politikai eszményének, politikai rendszerének középpontjában az antikommunizmust, a kommunizmussal való szembenállás rendíthetetlenségét, és képes volt arra, hogy különbséget tegyen a jó és a rossz között. Képes volt arra, hogy harcoljon a rossz ellen, és a jó jegyében megvalósítson mindent, amire ez a város képes volt, és amire a város polgárai szorgalmuknál, tehetségüknél fogva alkalmasak lehettek. Erre nem csak a kommunizmussal való kérlelhetetlen és kompromisszumok nélküli szembenállása, hanem a bátorsága is lehetővé tette, a bátorsága is fölemelte erre, és a bátorsága is megengedte neki, hogy harcoljon a kommunizmussal szemben, hogy egy új rendszer építésében aktívan részt vehessen. Mai utódoknak, harcostársaknak, politikus társaknak, mai városvezetőknek és városépítőknek intőjel és példa. Soha nem köthetünk elvtelen kompromisszumokat, nem szabad egyenlőségjelet tenni az 1990 és 90 utáni rendszer közé, sőt, majd egy új rendszert kell közösen létrehoznunk, és végül, ami minden politikus számára, így számomra is életművéből a legfontosabb tanulság volt, a politikához első helyen és elsősorban bátorságra van szükség. Ez az, ami hiányzik Európából, ez az, ami hiányzik sok politikus társunkból, és ez az, amiben Rabcsák András leginkább mindannyiunk számára példát adhatott. Köszönöm, hogy itt lehetek Önökkel. Szépen, tisztelt vendégeink, köztudott, hogy dr. Rabcsák András örömmel forgatta a verses köteteket. Egyik kedvenc költője Ady Endre volt, akinek versét most Torma Evelin, a Németh László gimnázium diákja szólja el. Ady Endre, küldöm a fénylábát. Szívem küldöm ez ófigylábát, s kívánok harcos jó napot. Véreim, ti dübörgő ezrek, tagadjatok meg! Mégis én a tiétek vagyok. Kötésünket a sors akarta. Nem érdem, nem bűn, nem erény, nem szükség, de nem is ravasság. Hello tanult, hello a költő, találkoztunk. Ti, meg én. Bennünk nagyságos erők várnak, hogy életre ébredjenek. Bennünk egy szép ország rejtőzik, mint gím a fekete csalitban, s leskődnek a vérebek. Ha nem látok testvéreteknek, megsokasodnak a redők bús homlokomon és lelkem táján. De még mindig ifjan állok meg bősz nyújtásaim előtt. Még csak másképp én sem akartam, csak amiről a sors tehet.
odaadni magamtól szépen ezt a nem kért, kicsúfolt semmi forradalmas lelkemet. Hihetetlen, mindegy most már, hogy nem kellek, vagy kellek-ek. Egy a napunk gyönyörű égen. Jaj, hogy elföde naptól még a gonoszság. Tisztelt vendégeink, felkérem Kövér László, Magyarország ülés elnökét. Megállunk Rabcsák András szobra előtt, felidézzük őt, akire ennek a városnak és ennek a nemzetnek illő emlékeznie. Érdemes, hogy itt elhangzott verső, mi volt erre fogott. Nagy tartósra emlékezünk, ugyanis itt a szívelők a csatába, nemzete és a város irányú meggyőződéses antikommunista volt. Nem csak 1990 az első szabad választások után, ellenszerkére is igaz kezdett lenni, kevesen volt, de sokan maradtak. Jól ismerte a rendszer, maga természete szerint szűk kényszerpályát, kényszerített elvtelen kompromisszumok világát, de egy tár lencsén megvásárolni akart bújtosó szabadság hétköznapjait. Nem csak ismerte, de időről időre összeütközésbe is került a létező szociális képviselővel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kötésünket a sors akarta, nem érdem, nem bűn, nem erőm, nem szükség, de nem is ravasság. Hallottuk az imént a szavait. Ahhoz, hogy Rabcsák András politikus nagyságát megismerhessük, fel kell idéznünk azokat az időket, amikor ő élt és dolgozott. Így túl sokan mások a rendszerváltoztatás politikus generációjából nem erre a pályára készült. Ám amikor a gondviselés megadta azt a sohasem látott hatalmas lehetőséget, hogy ez az ország és ez a nemzet a 20. század annyi balszerencséje és viszája, vérözene és lángtengere, majd a velejük, hazuk és a szabadságot nélkülöző fapadós jólét után kezébe vehesse sorsát, nem habozott. Lehetett volna sikeres vállalkozó, vagy elismert nemzet. De ő közéleti szerepet vállalt, mert megérintette a rendszerváltoztatás ügye. Az, hogy Magyarország is benne Hódmezővásárhely végre azzá lehessen, amivé csak lenni képes. Egy nemzet és a benne élő családok lehető legjobb otthon. Olyan ország, amelyben a saját erejéből, a saját emberségéből mindenki képes boldogulni. Olyan ország, amelyben mindannyian tudjuk és meg is éljük, hogy összetartozunk. Olyan ország, amelyben a hivatalnak szolgál, amelyben az állam nem gát és akadály, nem önkény és elnyomás forrása, hanem az egyén és a közösség segítsége és támasza, a szabadság és a rend foglalata. Tisztelt emlékezők! Rabcsák András jó bajtárs volt, a rendszerváltoztatásra, a létező szocializmus diktatúrájának maradéktalan lebontására, a magyar szabadság ügyére felesküdött politikai közösség értékes tagja. Olyan ember, akire mindig lehetett számítani adott szavára, elkötelezettségére és odaadására, bölcsességére és szívességére. Pontosan értette a politika célját és értelmét, és kitűnően művelte a politika praxisát. Természettudósként tisztelte a valóságot, és ezért mindenek előtt megismerni akarta azt. Pontosan tervezett, szervezett, számított, és csak azt alakította át, amin mindenképpen változtatni kellett. A legnagyobb erénye a mindennapokban volt, elvégezte a munkát. A munkát, amivel a választók megbízták. Olyan politikai és városépítő teljesítményt tett le az asztalra, amihez mérhetőt azóta is keveset találunk az országban. Olyan teljesítmény, amit ellenfelei semmilyen módon nem tudtak hitelt elevíteni. Egy szürke településből és annak lakosságából európai várost és újra polgárságot csinált. A rendszerváltoztatás kevés egyértelmű sikerei között feltétlenül számon kell tartanunk az önkormányzati rendszer kiépítését és működését, amely a szocializmus által lefolytott energiák felszabadításával, a gazdagodott újjáélesztésével
rövid idő alatt átalakította Magyarország arcolatát. Mindez nem valósulhatott volna meg, tehetséges, ambiciózus, nagyot álmodni és cselekedni egyaránt képes, közösségét szerető városvezetők nélkül, akik között Rabcsák András a kiváló sorában is az egyik legkiválóbbnak bizonyult. Rabcsák András nagy harcos volt, átalsaradt. A legalantosabb támadásokat is, amelyekkel el akarták kötni az alkotás lehetőségétől. Sohasem az által előírt eredményeket támadták, mert azokat a sikeresével nem lehetett támadni. Személyiségét, erkölcsi integritását, emberi méltóságát akarták alásni olyan vádakkal, melyek napjainkban is ismerősen visszhangzanak, amikor a teljesítményt kellene értékelni. De nem tudták legyőzni sem az egykori nomenklatúrából érkező, kapcsolati hálójukat kiválóan mozgató elvtársból lett urak, sem a rendszerváltoztatás gyorsan felszerelhetődött percemberkéi, akik csak a hatalmat és pénzt akarták, sem a nagyobb összefüggéseket átlátni, és a nagyszabású emberek árnyékát elviselni képtelen többfogyentét. Nem tudta legyőzni a választókat megkerülni igyekvő, ellene szövetkező, a tagadás, az irigység és a gyűlölet közös nevezőjén álló, a jobb oldal szélétől a szélső baloldalig ívelő furcsa koalíció sem. Nem jutott a jó szándékú, tisztességes és tehetséges, de a politika és a hivatalok világában tájékozódni nehezen tudó amatőrök, vagy éppen a nagyra hivatott, de korán és egyetemül letaposott politikusok sorsára. A választók ugyanis értékelték azt, amit tett, amit elért. A demokráciát választották a régi rend helyett, amely teljesítményben nem tudott az új fölé nőni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Rabcsák András jól ismerte a politika igazi célját. Azt, hogy legyen közös helyünk a világban, ahol otthon lehetünk, mert összetartozunk. Összetartozunk vitáink és ellentéteink, esetlenként rendkívül komolynak és élesnek látszó küzdelmeink ellenére is. Nem egy párt polgármestere volt, hanem az egész városé. Én mindig köszönök mindenkinek. Vannak, akik nem fogadják köszönésemet, de őszintén szóval ez sem érdekel, mondta egyszer. Tette azt, amit kellett. Mindig úgy, ahogy a legjobbnak gondolta. Szívós kitartással, teljes erőbedobással, maximális elvárással, önmagával és munkatársaival szemben. Az élet és a választók akarata pedig időről időre őt igazolta. Nem egy párt polgármestere volt, de egy párt, a kereszténydemokraták közössége volt a politikai otthona, és Varakovics István követői, Varga László, Kovács Zoltán és Isépi Tamás voltak mentorai. A szocialisták hatalomba való első visszatérésének, a kereszténydemokrata néppárt válságának, polgári összefogás fajulásának kritikus időszakában kiváltan erkölcsi és politikai érzékkel áll a rendszerváltoztatás továbbvinni akarók mellé. Tehetségével és tekintélyének súlyával sokat tett azért, hogy Magyarország ne süllyedjen vissza a posztkádári restauráció macerába. Tisztelt vásárhelyek! 5 éve álltunk először a szobor lábainál, és 12. esztendeje már, hogy András nincs közöttünk. Nem túl hosszú idő egyik sem, még az emberi élet értékével mérve sem. Mégis mennyi minden történt velünk ezzel az országgal, vásárhelyen. Elveszített országgyűlési, megnyert önkormányzati választás. Éppen akkor lezár, akkor teljes, a folytatható, és az övéi.
folytassuk tehát a rendszerváltoztatás újrakezdett, vagy inkább más formában folytatott közös utazásunkat a szabadságra. Folytassuk, hogy ez a nemzet és ez az ország, ez a város és az itt élő emberek élete olyan legyen, amilyen valójában lehet. Életének utolsó bő évtizedébe városra élhet és országgyűlési képviselőként a nemzetet szolgálta. Szolgálta emberséggel és bátorsággal, józanul és hozzáértően, mint halálig elkötelezettem. Önök pedig értették, újra és újra megkapta a lehetőséget, hogy szolgálhasson. Polgármesterként érte a halál. Rabcsák András most már mindörökké Hódmezővásárhelyi, amint addig írja, tiétek vagyok, mindegy most már, hogy nem kellek, vagy kellek-e egy a napunk tűnő égen. Kedves barátaim, adjunk hálát a Teremtőnek, hogy Rabcsák András sikerült közöttünk. Tisztelt emlékezők, most felkérem Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes urat, emlékezzen dr. Rabcsák Andrásra. Kedves Katalin, házelnök úr, államtitkár úr, polgármester úr, emlékező honfitársaim! Rabcsák András mindenek előtt zseni volt. Tudom, hogy ez kimondva talán furcsa, de az a helyzet, hogy a szó teljes értelmében egy zseniális elme volt, amivel ő is tisztában volt, teljes mértékben tudatában volt a képességeinek. Voltak éppen ilyen családból jött. Az édesapja az egyik legnagyobb matematikus volt, és ezt a matematikai zsenialitást András örökölte. Ő nem a semmiből jött a politikába, hanem találmányai révén saját egzisztenciáját és nevét megalapozta. Nem is tudom megszámolni, hogy hány találmány fűződik a nevéhez, de egy dolog biztos van, amire mindenki emlékszik. Régen a közértben az ilyen típusú mérleg, az az ő találmány. Ezért is mondhatta azt, hogy amikor megválasztották, azonnal kijött a liberális sajtó, és egy ilyen jellegzetes liberális riporter előtolta a mikrofont, hiszen akkor építette a házát, és részből volt a csatorna. És azt mondta neki, hogy polgármester úr, miért kellett ezt részből csinálni? Mire a Bambi azt mondta neki, hogy azért, mert aranyból túl hivalkodó lenne. Mondhatta ezt, mert a vagyon a találmányaiból volt. Lenyűgöző műveltsége, olvasottsága volt, akik ismerték és megadatott nekik, ülhettünk a gondolkodó szobájában. Volt egy gondolkodó szoba, ahol értelemszerűen gondolkodott, és aminek a könyvtárába a klasszikus irodalomtól kezdve a legmerészebb és modernebb irodalmi minden megtalálható volt. És elkötelezett híve volt a művészetnek, értette a művészetet, gondoljunk arra, hogy a vásárhelyi őszi tárlatoknak új lendületet adott, egy csodálatos képgyűjteménye volt. E tekintetben talán valóban Izséti Tamásra hasonlít, műveltségben, kultúrában. És amit én most ki szeretnék emelni, az az, hogy Rabcsák András jó ember volt. A szó teljes értelmében. Pontosan tudom, hogy ellenségei rabiátus természetéből kifolyólag mi mindennel rávalmazták. Kétségkívül egy erős, vasakaratú ember volt, de azért, ha végignézek, a magyar történelemben volt néhány vasakaratú ember, mondjuk Szent István, vagy Szent László, vagy Mátyás király is sorolhatnak. Vasakarata volt, ami megnyilvánult a mindennapjaiban is. Ezt most nem fejtem ki, de akik közelében voltak, azok pontosan tudják, hogy mit jelentett a lapcéli jegyzettel, amikor azt mondta rá kérdőírása, hogy ölem. Derűből látom, hogy vannak, akik még emlékeznek. Kemény ember volt, de most hadd mondjak el néhány személyes történetet. Rugoszki György barátommal nála voltunk Mártéjon, amikor éjszaka visszajött ide a polgármesteri hivatalba, és hajnalig dolgozott azon, hogy néhány szerencsétlen embernek az egyébként szinte reménytelen helyzetét megoldja.
Így délután leteremtette őket, hogy erősebb szót ne használjak a sárga föld. De a vacsora után éjszaka visszajött, és hajnalig dolgozott az aktáikon, amikor jogi értelemben talán nem is volt igazuk, de megoldotta nekik, ezeknek a szerencsétlen és reménytelen embereknek a következő napjait, a holnapját, és egyáltalán a megélhetését. Ezért egyfajta patriarkája volt Hódmezővásárhelyen. És itt külön ki szeretnék térni életének egy nagy krízisére, amikor a családjával támadták. Tőle külön élő idős lányát szerencsétlen szituációba keveredett, és az egész hiéna sajtó rázódott. És akkor Rabcsák András inkább vállalta a politikai bukás kockázatát, de nem árult el a családja, és kiállt a családja mellett. És azt gondolom, hogy ezzel egyszer is mindenkorra példát adott, hogy a család és a barátok szemben. És akármilyen a politikai szélnyálás, ezek mellett a természet megnézhető értékek mellett minden állt. Rabcsák András igazi vásárhelyi lokálpatrióta. Mirek megnéztem visszamenőleg a parlamenti felszólalásait, aminek az óriási többsége Hódmezővásárhelyen kapcsolatos. Bárkivel beszél, a világ bármely részéről jön emberre, előbb tudok valahogy Hódmezővásárhelyi kérdése kerül elő. És ne felejtsük el, hogy amikor ő átvette a polgármesterséget, akkor volt az a történelmi szituáció, ami házi elnök is utalt, hogy minden kezdett összeomolni. És akkor ő elkezdett egy olyan gazdaságfejlesztést, egy olyan városfejlesztést, és akkor még nem voltak uniós források, amik párját indították Magyarországon. Ha volt innovatív ember, akkor az Rabcsák András. És jó patrióta volt. Rabcsák András igaz magyar adat. Sose felejtem el, hogy amikor megint csak a balliberális sajtó egészen brutális módon elkezdte támadni Antal József miniszterelnököt, mert Szabó Dezső nevét, akkor én igaz magyar és igaz református. Itt Hódmezővásárhelyen is létrehozott egy Szabó Dezső társaság. És Szabó Dezső gondolatait, nemzeti hitvallását itt Hódmezővásárhelyen is megtudta. És most csak egyetlen egy dolgot hadd emeljek ki. Ő volt az első a Magyarország idősnek, aki azt mondta, hogy mégiscsak lehetetlen, hogy szélsőséges bürokrácikus előírások vannak kárpát-medencei magyar véreink honosítása tekintetében. Hogy hogy létezik az, hogy egy székely magyarnak úgy kelljen sorba állni egy honosításnál, mint egy a világ nem tudom melyik részéről ide szakadt vadidegen ember. És ő volt az, aki először fölállt az országgyűlésben és azt mondta, hogy azért mégiscsak botrány, akár szocialista kormány van, akár nincsen, hogy román helységnevekkel vannak anyakönyvezve azok, akiknek sikerül is rettenetes procedúra után megszerezni a magyar állampolgárságot. És román helyesírással írják a nevet. És azt mondta, hogy ne azt írják be, hogy Mihály, hanem azt, hogy Mihály. És ne azt írják, hogy Kincs, hanem azt, hogy Kolozsvár. Amit ő akart, az most megvalósult, csak most jelzem, hogy a 470 ezredik állampolgársági kérelemnél tartunk, és természetesen magyar helyesírással van a születésénél, és magyar helyesírással van a helységnél is. És Rabcsák András bölcs politikus volt. Az országos témák közül csak egyetlen egy dolgot emelnék. Amikor Hongyula miniszterelnökség idején elkezdték privatizálni a közműszolgáltató cégeket, ami gyakorlatilag az ország gyarmatosítását jelentette, akkor Rabcsák András volt az, aki fölállt és azt mondta, hogy gondolják már végig, hogy mi lesz ennek a következménye. Először is nem fognak fejleszteni. Az árakat az égig fogják emelni, és a pénzt, a profitot kiviszik az országba. Pontosan ez történt. És amikor mi most a bürokrácia csökkentés és a multinacionális közműszolgáltatók megfékezése tekintetében megcsináltuk a rezsicsökkentést, akkor pontosan azt csináltuk, amit Rabcsák András annak idején 97-ben megkérdezett, és csak azt, annak a megfontolását kérem önöktől, hogyha akkor az országgyűlés Rabcsák Andrásra hallgat, akkor nem ma kell évtizeddel később kicsavarnunk
ezeknek a multinacionális közműszolgáltatóknak a kezéből a bizniszüket, hanem soha nem is került volna a kezükbe. És érdemes lenne végig számolni, hogy minden egyes embernek hány forintjába került ez az egy évtized, vagy ki tudja mennyi idő, ami alatt az országot gyarmatosították, a pénzét pedig elvitték és eltűntették. Helyi politikusként pedig azt gondolom, a legméltóbb az, hogyha csak két számot említek meg. 94-ben, ami a jobb oldal legnagyobb veresége volt, akkor is 45%-kal választották meg a vásárhelyiek polgármestert. 98-ban pedig 51%-kal. Nem ugyanaz 98-ban 5%, mint mondjuk 2010-ben. Tehát a vásárhelyiek pontosan megértették az ő üzenetét. És azért érdemes ennél a szobornál fölidézni azt, hogy micsoda aljas szemét támadást indítottak ellene. Punce Gábor vezényletével, a szocialista kormány vezényletével, a szélső baltól a szélső jobbig való paktummal árulóknak a beiktatására. De Rabcsák András nem adta föl, hanem harcolt, és az ő szobra itt van. Akik pedig annak idején az összeesküvést csinálták ellene, az árulók közül van, aki már a börtönt is megjárta, az országos politikusok, akik ellene támadtak, nagy rész már a történelem süllyesztőjében vannak, és az ellenségeinek már a nevét sem tudnánk felidőzni. Az ő szobra pedig itt van. A KDNP pedig tekintetében pedig itt szeretném megköszönni Andrásnak a hűségét a KDNP-hez, mert amikor a magici időszakban ellehetetlenült a KDNP, akkor ő iránytű pontossággal tudta, hogy az MKDSZ és tudta azt, hogy a keresztény demokráciát akkor is át kell menteni, hogyha az éppen méltatlan emberek kezébe kerül. És amikor sose felejtem el, amikor a választmányi ülésen kezébe a csapat egy radikális, jobbos retorikát domolva, ő volt az első, aki fölállt és azt mondta, hogy ez a retorika csak tudom. A végén ti fogtok kötni a szocialisták segédcsapatokat. És az egész dolog arra megy, hogy ellopjátok a pártot. Pontosan ezt mondtam. És ő volt az, aki a kereszténydemokraták tekintetében első között ismerte fel. És megint mondhatnám Varga László nevét, Izsébi Tamás nevét, azt, hogy csak a jobb közép összefogása járva tud. Ezért első pillanattól kezdve támogatta Orbán Viktornak azt a törekvését, hogy a jobb közép egyben legyen. Mert ott volt a 94-es választás, ami a legnagyobb tanulság volt a jobb közép számára. Több darab szavazatot kaptunk, mint a baloldal. De miután ők nagyjából egybe voltak, mi meg szétesve, vagy öt párban, ebből kifolyólag nekünk kétharmados többségük van. No, ami több darab szavazatot kaptunk. És akkor mondta Rabcsák András, hogy a keresztény demokrata választott, hogy csak akkor tudjuk a szavazati többségünket, a mandátum többségre váltani, ha egybe vagyunk. És azt gondolom, hogy amit ma elértünk, az pontosan ennek a meglátása a következő. Hogy ma két magyar és Orbán kormány. Rabcsák Andrásnak a képe, barátaim, ott van a keresztény demokrata néppárt székházában, Baromkovics István, Varga László és Izsébi Tamás képe mellett. András, jelentem neked, hogy a jobb közép egyben van, és két magyar. Jelentem neked, hogy a KDNP a szövetségen belül van, és befolyásosabb, erősebb, mint valaha volt. Jelentem neked, hogy a közmű maffia kezéből a bizniszüket kicsavart, a rezsicsökkentés megcsinálta. És jelentem neked, hogy az állampolgárságot kiterjesztettük minden magyarra, bárhol éljen a világon, és magyar nyelven anyakönyvezzük őket. Köszönöm. Megemlékezésünk a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban folytatódik, ahol a Hittel, Akarattal, a Tudás Erejével című dr. Rabcsák András életéről, munkásságáról készült filmet tekinthetik majd meg. Mielőtt azonban a Művelődési Központba vonulnánk, kérem önöket, énekeljük el közösen a Szózatot, a Magyar Honvédség 5. postalistán, Bövő Szandár helyőrségi zenekarának kíséretében. Vezényel Kovács István őrnagy.